reggeli füstjelek. Szeretettel köszöntök mindenkit. Van-e alapja az életünknek? Mielőtt ezt a sorozatot elindítottam, megkértelek titeket, hogy küldjetek nekem néhány olyan érzést, néhány olyan lelki jelenséget, amivel szeretnénk foglalkozni, amiről szeretnétek hallani, amiről szeretnétek gondolkozni, és nagyon sok érkezett, ezt ezúton is szeretném megköszönni nektek. Ilyenek jöttek, mint például bizonytalanság, félelem, aggodalmaskodás, szorongás, és mindezekről, és még nagyon sok minden másról fogunk beszélgetni, de ahogy olvasgattam a visszajelzéseiteket, azon gondolkoztam, az merült fel bennem, hogy vajon nincsen nulladik lépés, hogy vajon érdemesebb belevágni egyből mondjuk a bizonytalanságba, vagy a félelembe, vagy az aggodalmaskodásba, hogy van-e alapja annak, hogy ezekről beszélgessünk. Mert olyan könnyű azt mondani, olyan könnyen tudnám én is azt mondani, hogy ne félj. Vagy tudnék tanácsot, olyan gyakorlatias praktikákat, módszereket mondani, hogy hogyan ne legyünk bizonytalanok, hogyan ne szorogjunk. De tudjuk, hogy az életben azért ez nem így működik. Hogy mitől fognak ezek működni, hogyha hallunk egy ilyen tanácsot. Hadd világítsam meg ezt a gondolatot egy nagyon friss és nagyon gyakorlatias példával. Pár héttel ezelőtt kezdtünk el építkezni, a házat megtoldjuk egy picike kis terasszal, és ahogy jött a mester, mondta, hogy hát ennek ki kell ásni egy 80 cm mély és 40-50 cm széles alapot. Jött a munkagép, ezt ki is ásta, tele kellett tölteni betonnal, és én néztem, hogy minek ilyen mély alap, minek ilyen széles, és ilyen mély, és ilyen sok beton elmegy ebbe, mert olyan fölösleges, hát csak egy kis teraszról van szó. Hát természetesen nem értek az építkezéshez, most tanulok csak bele, mint segédmunkás, de most már látom, hogy elkezdtük felhúzni a falakat, és a támfalak már állnak, most már látom, hogy mennyire szükséges ez az alap. Sokan talán nem is gondolkoztunk ezen, hogy mi lehet az életünk alapja. És visszatérve erre a példára, hiába veszem én meg az építőanyagot, hiába veszem meg a legjobb alapanyagokat, hiába dolgozunk a legprecízebben, és tesszük egymás mellé a téglákat, a zsaluköveket a legpontosabb sorrendben, hogyha nincsen alap, ami ezt tartja, akkor jön egy nagyobb eső, jön egy nagyobb szél, és össze fog dőlni a terasz, össze fog dőlni a ház. Van-e tehát alapja az életünknek? Mennyire gondolkozunk ezen? Sokan azt hiszem, én is nagyon sokáig nem gondolkoztam ezen, és biztos vagyok benne, hogy sokan vagyunk ezzel így, hogy éljük az életünket, a napi rutinjainkat, és egészen addig, amíg valami ki nem mozdít, addig nem jut eszünkbe ez, hogy mi az életünknek az alapja. Addig is van valami, addig is ösztönösen és tudatalatt próbálunk alapot teremteni az életünknek, és amikor jön valami komolyabb élethelyzet, mint például ez a járvány, akkor kiderül, hogy nincs elég erős alapunk. Nem tudjuk, hogy mi tartja az életünket. Mert sokan vannak, mire alapozhat az ember? Sokan vannak, akik például a tudományra alapozzák az életet. Hogy a tudomány majd megold mindent, be fog köszönteni egy békekorszaka az emberiségnek az életében, és bíznak a tudományban, és a tudomány jó dolog. És nagyon sok hasznos találmány van, és sokkal rosszabb lenne az élet, hogyha nem tartana itt a tudomány. Tehát nem a tudomány ellen akarok beszélni, de azért mégis meg kell említeni, hogy jött egy parányi, szabad szemmel nem látható vírus, és az egész életen szinte megbénította, az egész földön, bocsánat, megbénította az életet. Alapozhatunk-e a tudományra? Mert egészen addig, amíg nincs baj, addig elhitetjük magunkkal, hogy ez jó alap lehet. És amikor jön egy komoly probléma, rájövünk, hogy nem lehet jó alap. Vagy nagyon sokan mire alapoznak még? A pénzre. Egészen addig alapozzuk a pénzre az életünket, amíg jön egy komolyabb betegség, egy halálos betegség akár, és akkor döbbenhetünk rá, hogy a pénzen nem tudjuk megvásárolni az életünket. A pénz sem lehet egy jó alapja az életünknek, habár ez ellen sem beszélünk, mert a pénz is egy fontos dolog. Vagy mire alapoznak még sokan? A hírnévre. A hírnévre, hogy jót gondoljanak róluk az emberek. Mert hogyha jót gondolnak rólunk, akkor elhitetjük magunkkal, hogy akkor minden rendben van. És fájdalmasan dől össze
ez az alap is, és dől össze az életünk, amikor azzal kell szembesülnünk, hogy nem tudunk mindenkinek megfelelni. Lehet, hogy néhány embernek sikerül, de nem tudunk mindenkinek megfelelni, és kimozdít bennünket a bizonyosságunkból. Ez sem működik, mert miközben megpróbálunk megfelelni, és mások elvárásai szerint élni, egyszer csak rájövünk, hogy elveszítettük önmagunkat. Kik vagyunk mi? Aztán sokan saját magukra építkeznek. A legtöbb ember talán önmagában hisz. Az önmagába vetett hit adja meg az életének az alapját, legalábbis gondoljuk sokan, és egy darabig ez is működik. Egészen addig, amíg valami komoly élethelyzet nem jön, és ki nem mozdítja a sarkából a világot, az életünknek a világát. Mi lehet tehát az alap az életünkben? Természetesen nem kevés helyen beszél erről a Biblia is, és én egyetlen egy rövid ige helyet szeretnék most felolvasni, Máté evangélium a 7. fejezetének a végéről, a 24-25. Verset, ami a záró része a hegyi beszédnek, Jézus hegyi beszédének. Így hangzik tehát a Máté 24-25, valaki azért hallja én tőlem a beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, de beleütköztek abba a házba, és nem dőlt össze, mert a kősziklára építetett. Most, ahogy erre a videó üzenetre készültem, döbbentem rá arra, hogy miért a kőszikla az egyik jelképe Jézusnak. Az egész Biblián keresztül többször olvassuk, az Ószövetségtől az Új Szövetségig, hogy Jézusnak az egyik jelképe a kőszikla, és eddig valamiért én ezt nem fedeztem fel, vagy nem gondolkoztam azon, hogy miért ez a jelkép. És hát a válasz nagyon egyszerű. Azért, mert az Isten egy olyan kőszikla, amit semmi nem tud kimozdítani a helyéről. És ugye, hogyha magunk elé képzelünk egy hatalmas sziklát, biztosan sokan túrázunk, voltunk már a hegyekbe, ahol ilyen meredek, nagy hegycsúcsok is vannak, és hatalmas kősziklák. És biztos ugye elgondolkoztunk benne rajta, hogy az olyan masszív, hogy azt nem tudja onnan kimozdítani semmi. És nyilván jön egy nagy földrengés, vagy bármi, egy földi kősziklát még csak-csak kimozdít a helyéről. De mégis egy jó jelképe annak, hogy egy olyan biztos alap lehet, amit nem mozdít ki semmi, mert az Isten egy olyan kőszikla, ami a legnagyobb földrengéseknek, a legnehezebb élethelyzeteknek, a legnagyobb tragédiáknak is ellen tud állni. Ez nem azt jelenti, hogy ne történne nehézség az életünkben, az sem jelenti, hogy ne inoghatnánk meg, hogy ne érhetne bennünket nagyon komoly fájdalom, hogy ne szoronghatnánk. De ha ezen az alapon áll az életünk, akkor túl lehetünk rajta, és túlélhetjük. És az ok, hogy miért nem mozdul ki az Isten a helyéből, és miért lehet tökéletes kőszikla, nagyon egyszerű, és én logikai alapon, és a józan paraszti észt segítségül hívva szeretném ezt röviden, zárásképpen levezetni. És itt feltételezni is szeretnék. Két feltételezésem van. Az első, hogy ha az Isten létezik, és ha ő teremtette a világot, és tartja fent, és ha ő olyan Isten, amilyet ő mond magáról a Bibliában, akkor a végtelen világegyetem, amit felfogni sem tudunk, egy olyan mindenható valakinek a kezében van, aki mindent tökéletesen irányít, és semmi nem történik véletlenül vagy esetlegesen. Akkor nincs olyan, hogy bizonytalanság, csak látszólagos bizonytalanság van. Mert akkor valaki látja, hogy mi történik itt. Valakinek célja van ezzel, valakinek célja van az életünkkel is, valaki el akar minket juttatni valahova, ha ő létezik, és hogyha ő olyan valaki, amilyet mond magáról. És jön a második feltételezés, a második ha. Ha valaki egy ilyen Istennel, ezzel az Istennel kapcsolatra törekszik, akkor egy olyan valakivel ismerkedik meg, aki több milliárdnyi csillagot és bolygót
és bolygó rendszert és csillagrendszereket tart a pályáján, és szabja meg a pályát, és tartja fent az életet ezen a földön is. És akinek mégis a mindenhatósága, a hatalma ellenére, amivel nem visszaél, hanem a mi javunkat szolgálja, és minket szolgál, akinek mégis gondja van rám is, és rád is, akkor egy ilyen valakivel lépünk szövetségre és kapcsolatra. Aki jót akar kihozni az életemből. Aki jót akar az életemmel. Hogyha ilyen Istenünk van, ha az Isten ilyen, és hogyha én kapcsolatra törekszem vele, akkor, még mindig a feltételezésnél tartva, vajon találhatunk-e jobb alapot az életünknek? Az, hogy mi lesz az alap az életünkben, az a mi választásunk. Ez a te választásod. Ez egyedül rajtunk múlik, hogy kősziklára építjük az életünket, vagy homokos talajra. Ha homokos talajra építkezünk, nagyon sok lesz a bizonytalanság az életünkben. Ezért fogjuk folytatni ezt a videósorozatot a bizonytalansággal, több részt fogunk ennek szánni, de addig is bízom benne, és reménykedem, hogy, és bátorítalak titeket, hogy gondoljátok tovább ezt a kérdést, mélyen és alaposan. Most mindenkinek van egy kis felszabadult ideje. Ne dugjuk homokba a fejünket, hanem gondolkozzunk az életnek a nagy kérdésein. Ehhez kívánok jó gondolkodást és sok-sok csendes időt. Sziasztok!